Kultúra rovatunkkal folytatjuk a délelőttet, és remélem, hogy látták már a képen a madagaszkári zászlót. Nem egy összekevert magyar zászlót tartok a kezemben, hanem a hatalmas Szigetországnak a zászlaját, mert hogy Madagaszkárról nyílik kiállítás, kitalálhatták már a Zászló Múzeumban. Balogh László alapító a vendégem, jó napot kívánok! Kezdj csak alom, köszönöm a meghívást! Hát azt már tudjuk, hogy a Zászló Múzeumban mindig a világ különböző pontjaira juthatunk el egy kiállítás keretében, most pedig Madagaszkárra esett a választás. Hát hogyan? Hogyan választották ezt az országot? Igyekszem röviden összefoglalni. Először is úgy, hogy nagyon régen ismerem a Magyarországon lévő madagaszkári konzul urat, és több fogadáson találkoztunk meg. Hát a Zászló Múzeumban nagyon sokszor lejön különböző rendezvényekre, és akkor beszélgettünk róla, hogy mi lenne, ha esetleg egy Madagaszkárról szóló kiállítás is lenne a múzeumban. Különböző okokból kifolyólag, tehát hogy egy kicsit a magyarok által nem ismert, de mégis Benyovszky Móric által meg ismert, meg egyebek. Tehát erről beszélgettünk, ez körülbelül egy másfél évvel ezelőtt merült föl. Aztán közben más országok ugye jelentkeztek és voltak sorba a Zászló Múzeumnál. Ami lökést adott, az dr. Kubasek János úr januárban járt a Zászló Múzeumba, ő az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, és nagyon-nagyon jobban vagyunk, hát ugye nem nehéz földrajz, zászlók, meg egyebek, tehát ez a két intézmény között nagyon jó a kapcsolat, és ő mondta nekem, hogy van egy hölgy, Gál Ceciliának hívják, és hálás vagyok neki, hogy összeismertetett a hölgyel, bár még csak telefonon találkoztunk, ő Egerben lakik, tehát nem itt Budapesten, és fölhívtam telefonon, aki azonnal közölte, hogy nagyon érdekli őt is ez a kiállítás. Nála van ugye a Madagaszkár anyag, mert őróla annyit tudni kell, hogy fotoművész és világjáró, ha szabad így mondanom, mert nem egy és nem két országban járt és fotózott. Akkor úgy gondolom, hogy Madagaszkáron is járt? Természetesen, és akkor innét jött az, amit nekem súgott a Kubasek úr, hogy Madagaszkáron egy gyönyörű kiállítási anyaga van, teljesen kész van, nem is kell hozzányúlni, csak föl kell tenni, megcsinálni hozzá a dekorációt. Na és akkor én fölhívtam januárba, és így jutottunk el gyakorlatilag a mostani időszakhoz, hogy az ő, hogy mondjam, kedvességével ez a kiállítás 3 hónapig le fog látszani. Meséljünk egy kicsit akkor a madagaszkári zászlóról, mert mégiscsak a Zászló Múzeumban lesz. Furcsán tagolt ez a zászló, azt már látjuk, nem a megszokott, de a magyar színekből áll végül is. Hát igen, hát ugye van benne piros, fehér és zöld, hát ugye természetesen a magyar zászló piros, fehér, zöld. Hát azért szeretném itt azonnal hozzátenni, hogy semmi, de semmi köze a két országnak, mármint a zászlóval kapcsolatban, még akkor is, hogyha Benyovszky Móric hazánk fia ott idézőjelben király volt, tehát valami magyar vonatkozás azért van, nem is kevés, de így a zászlóval kapcsolatban szeretném leszögezni, hogy nincsen. A fehér és a piros szín az a volt madagaszkári királyok, tehát itt nem csak Benyovszkyról van szó, hanem azt megelőző és az utána következő kor országnak a királyai használták a fehér és a pirosat. A zöld szín pedig a parti népek, akik a Madagaszkár indiai óceán felőli részén letelepedtek, és mindaz ideig ott élnek. Ezt a hármas szín kombinációt alkalmazták 1958-ban, amikor úgymond autonómiát kapott Madagaszkár, majd rá 2 évre fölbonták ezt a zászlót. És mit jelent az, hogy nem a megszokott így hármas, vagy ugye így hármas tagolása van, hanem ilyen mix ez a zászló? Mix. Igen. Erre gondolom van szakkifejezés. Az az igazság, hogy ebben a formátumban a fehér állított szín
elvileg, és hát nincs teljesen hivatalosan leírva, hogy a fehér az Madagaszkárt jelképezi, ha megnézik a térképen, ez hosszú, egy ilyen, hát hosszúkás ország, és azt próbálták szimbolizálni, hogy Madagaszkár egy ilyen hosszú, de ez nincs benne a madagaszkári alkotmányban. Megmondom őszintén, hogy még azt szeretem volna hozzáfűzni a zászlóhoz, hogy teljes legyen a kép, hogy van az a magyarázat, amit az előbb elmondtam, és itt a Madagaszkár sziget földrajzi állásával kapcsolatban, ami összefüggés, és a másik magyarázat pedig később keletkezett, 1960-tól számítva, hogy a fehér a madagaszkári emberek tisztaságát, becsületét szimbolizálja, a vörös a függetlenségén rontott vért, meg közel 100 000 ember halt meg a franciák gyarmatosítása idejében, de ennél inkább több, és a zöld pedig a reményt és a jövőbe vetett hitet szimbolizálja. Na hát igen, és itt ugye a magyar zászló színeinél is nagyjából hasonló a szimbolika, vagy ott ugye a fehér a tisztaság, úgyhogy ugyanez végül is akkor alkalmazható a madagaszkári zászlónál is, csak ugye a saját történelmi viszonyukra. Nézzük meg ezt az országot, ugye Afrikától, vagy Afrika partjaitól, ugye melyik irány is az keletre található. Én annyit tudtam róla, hogy nagyon furcsa a fővárosának a neve, Antananarivo. Így van. Ennyit tudok Madagaszkárról. Hát ezen kívül ugye gyakorlatilag Madagaszkár hiába afrikai kontinens része, tehát az Afrikai Unió, tehát politikailag oda tartozik. Ha megnézzük, akkor Madagaszkár állatvilága például teljesen különbözik, mert a konzul úr mondta, de utána lehet nézni, hogy például nem járkálnak elefántok. Nincs zsiráf se Madagaszkáron. Oroszlán nincsen. Ezek mind nincsenek, viszont vannak gyönyörű madaraik, és hát ugye nem beszélve arról a gyerekek kedvence a Madagaszkáron, mármint a film alapján ugye a gyűrűs farkú majom, ami a nemzeti, úgymond nemzeti állatuk, ami az, akár az állatkertben is látható. Nekik van ilyen furcsa fejük, vagy furcsa szemük, olyan, hát mint a szemüvegesek. Igen, és a farok rész az pedig tényleg valóban egy olyan különböző színekkel, hát nem különböző, fehér és a szürke kombinációjával ilyen gyűrösen jelenik meg, úgyhogy egy nagyon barátságos, aranyos állatok többek között. Tehát például ebben, de ha megnézzük a madagaszkári embereket, a hölgyeket és az urakat, akkor azok eltérnek az Afrikában megszokott kongói, tanzániai, nigériai népcsoportoktól, hanem önálluk egy teljesen más, úgymond, ha szabad ezt mondani, hogy etnikum van, kinézetre is, úgyhogy egy nagyon érdekes országról van szó. Mi jellemző a kultúrájukra, vagy itt most a Zászló Múzeumban mit kaphatunk? Egy kis madagaszkári kultúrát, madagaszkári zenét, miket mutatnak meg az érdeklődők? Igen, hát többek között ugye a vitrínben, amennyi elfér, már elhozta a konzul úr, különböző érdekességeket, faragványokat, amit ők ott készítenek, de ezen kívül, amit kiemelnék, nagyon gazdag ásványkincsekbe. És hozott rengeteg értékesnek mondott, de tényleg értékes köveket, amiből ilyen féldrága köveket csinálnak. És ez nagyon, nagyon sok van Madagaszkáron, tehát Madagaszkárnak a gazdasági bevétele többek között ezeknek a köveknek a bányászata, csiszolása, elkészítése, valami csoda szép dolgok ezek, tehát ebből is úgymond élnek. De azért szeretném hozzátenni, hogy Madagaszkár, és ezt megerősítették, hogy azért még van hová fejlődnie, mert azért ebből még nem a leggazdagabb afrikai ország, ha szabad így mondani, de óriási területen fekszik, tehát van mit még kiaknázni. Ugye tudjuk azt, hogy volt ilyen olyan politikai rendszer, amely hol idehúzott, hol odahúzott, ugye nyilván a nagy politika, a világpolitika befolyásolta. Most azt lehet mondani, hogy tényleg valóban egy olyan békés, hogy mondjam, életet élnek, és ez a gazdaságra is rányomja a bélyegét, és egyre jobban fejlődik.
Ami az én szívemnek nagyon kedves, az a gasztronómia, és hogyha idegen országokról beszélünk, akkor én óhatatlanul is megkérdezem, hogy mi jellemző Madagaszkár gasztronómiájára? Vannak-e ott különleges gyümölcsök, ételek? Mit fogyasztanak a madagaszkári emberek? Amennyit én tudok, megint csak hivatkozva a konzul úrra, meg amit én utána néztem, bár ez nem lesz kiállítva a múzeumban, sajnos ugye... Olyan jó lenne, egy jó kis kóstoló a megnyitón. Igen, hát nem sokáig maradna meg, már csak azért, hogy vagy elfogy, ezt kiállítani nem lehet, de visszatérve a kérdésére, trópusi növények, gyümölcsök azok vannak, tehát ez nem különbözik az Afrikában található bármely gyümölcsre, a mangótól, a különböző narancs, citrom, banán, ezek mind láthatók, lesz egy piaci kép, ami ki lesz állítva. Én igaz, hogy nem a, bocsánat, hogy nem a Lehel piac, de lehet, hogy ők elcsodálkoznának a Lehel piacon, mi meg az ő Antananarivói piacukon. Hogy azért a színes gondolom, hát és igen. Düledeznek a pultok. Bab, például a babnak különböző verziói, édesburgonya, tehát ezeket mind föl lehet sorolni, azt gondolom majdnem minden afrikai országnál, tehát náluk is ez ugyanúgy megjelenik. Az ételben a rizs nagyon nagy szerepet játszik, meg ismernek ilyen kenyérfajtát, amit ugye mi ilyen lepényszerűen ismerünk, azt ugye Afrikából hozták át, és azt is fogyasszák, a rizs meg ötvözik a különböző halételekkel, mert ugye hát Madagaszkár egy szigetország, és töménytelen mennyiségű hal van a sziget körül, ezt le is halásszák gyakorlatilag, és ugye főzve, sütve, mindenféle formában használják. És a rizs megint csak visszatér. Benyovszky Móricot már említette itt egy fél mondatban. Génémet György már többször vendégeskedett a délelőttben, ő ugye a Magyar Madagaszkári Társaság elnöke, talán ezt a vonalat nem kell bemutatnunk, viszont a turizmus az még érdekes lehet itt a magyar-madagaszkári kapcsolatok tekintetében. Ugye konzul akkor van Magyarországon, igen. Madagaszkárnak van konzulja Magyarországon. Mi a helyzet, mi a fordítottja? Például a fotóművész hölgy akkor volt már Madagaszkáron. Mennyire népszerű hazánkban Madagaszkár ez az ország? Mennyire hát, látogatják hazánkban mondjuk a magyarok? Gyakorlatilag ugye megint csak említettem Gál Cecília nevét, aki ugye végigjárta Madagaszkárt és elhozta ezeket a képeket, amit most van szerencsém bemutatni. Én megmondom őszintén, és ez most akkor már csak az én véleményem, hogy nagyon akkor lett népszerű, és ez lehet, hogy furcsa, amikor megjelent a Madagaszkár filmsorozat, ugye, mert a Madagaszkár, ez egy országnév, tehát nem egy olyan film volt, ami utána kellett keresni, hanem a gyerekek is, hogyha elmondja, hogy Madagaszkár, akkor tudják, miről beszélnek, az nem biztos, hogy utána néznek. A felnőttek már esetleg tudnak valamit, és ez így szokott történni, hogyha van valami jelentős dolog, egy új ország születik, vagy valahol sajnálatos módon történik valami súlyos dolog, akkor utána néznek. Hát Madagaszkáron nem történik súlyos dolog. Van ez a film, a Madagaszkár, ugye ez benne van a köztudatban, és hát nem beszélve arról, hogy a Génémet György úr azért a komolyabbik változat természetesen, a Benyovszky Emléktársaság, aminek ő az elnöke, és tényleg én nekem volt módomban beszélgetni vele, egy nagyon elhivatott ember Benyovszky ügyben, és nagy rajongója is, ha szabad ezt mondanom, és mindent megtesz a népszerűsítésért, és teljesen véletlenül itt van a Józsefvárosban a Benyovszky Móric utca, ő ott van a központ, ott márványtábla is van, tehát sokat megtesznek ezért, hogy a Benyovszky emléke az megmaradjon. Ha szabad azt mondom még itten, ezért is kértem föl, hogyha nem is most hosszasan és méltatva Benyovszky életútját,
de jöjjön el és mondjon pár szót, mert ez összefüggés. Amit megkérdezett, és bocsánat, még arra válaszolnék, hogy a két ország közötti kapcsolat, ugye itt van tiszteletbeli konzul, aki képviseli, ő történetesen madagaszkári, és itt él, és itt dolgozik a családjával, ő ki van ide nevezve természetesen. Ott jelen pillanatban nincsen olyan sem magyar, sem helyi madagaszkári, aki képviselni, viszont én azt hallottam nagyon jó forrásból, hogy a magyar kormány, illetve a madagaszkári kormány között voltak megbeszélések, hogy a későbbiekben a két országban legyen kölcsönösen nagykövetség. Nagyon szépen köszönöm, László, hogy eljött hozzánk, és akkor itt a, hogy van egy gyűrűs farkú majmon túl azért elég sok mindent megismerhettünk, és megismerhetünk majd a Zászló Múzeumban. Köszönöm a beszélgetést. Így van. Köszönöm szépen én is.